Július 23-án olasz fiatalok érkeztek Nyíregyházára, akik a Gyerekek az Egységért nemzetközi tábor első 3 napját töltötték megyénkben. A Gyerekek az Egységért mozgalom 182 országban van jelen, és különböző nemzetiségű, kultúrájú 10 éves gyermekek, fiatalok alkotják. Keresztények, de csatlakozhatnak hozzájuk más vallású fiatalok, és olyanok is, akik nem tartoznak egyik valláshoz sem. Céljuk, hogy terjesszék a testvériség, a kölcsönös szeretet és a népek közötti egység kultúráját, hogy ezáltal egy békésebb és testvéribb világ épüljön. Hitvallásuk, csak a szeretet képes megváltoztatni a világot. Különböző helyi és világméretű kezdeményezéseikkel, például gyűjtésekkel, sportversenyekkel, környezetvédelmi akciókkal, koncertekkel, fórumokkal, békefelvonulásokkal igyekeznek mindenki számára láthatóvá tenni céljaikat. Táborhelyük az apagyi Lippai János mezőgazdasági szakképző iskola tangazdaságában volt, ahol délelőttönként a hozzájuk csatlakozó magyar gyerekekkel együtt különböző mezőgazdasági munkákat végeztek, a délutánok és esték pedig ismerkedéssel, önfeledt kikapcsolódással, kirándulással teltek. Mi volt a legjobb pillanat ennek a 3 napnak? Az első napon történt, amikor az olaszok unózni hívtak minket, és akkor beálltunk, és előtte még kukoricát is készítettünk velük, és így pár szót megtanultak magyarul. Szép élmény volt, amikor a strandon röplabdázni hívtak minket. Az is nagyon jó volt, amikor a flashmobot tanultuk az Andi segítségével. Mi például elmentünk tehenészni, és akkor teljesen, tehát senki nem tudta, hogy kell ezt konkrétan csinálni, de beledobta magát mindenki, és akkor sikerült jó helyre terelni őket. Nagyon tetszett itt minden, különösen az, hogy új, más anyanyelvű embereket ismerhettem meg, beszélhettem velük. Az is tetszett, hogy új tapasztalatokra tettem szert, például segítettem a munkavégzésben, dohányt törhettem. Sicuramente che è stata un'esperienza diversa e nuova. Abbiamo conosciuto delle persone con. Az biztos, hogy ez egy egészen új és a korábbiaktól különböző tapasztalat. Olyan embereket ismertünk meg, akiknek a szokásaik a miénktől nagyon eltérnek. A magyar konyha is teljesen más, mint az olasz, tehát egy számunkra egészen új és ismeretlen kultúrát ismertünk meg. Az ilyen tapasztalatok mindig jót jelentenek a jövőnk szempontjából, hiszen segítik a személyiség fejlődésünket. Amikor a teheneket néztük meg, az számomra egészen különleges élmény volt, mivel olyan környezetben élek, ahonnan ez a fajta természetközeliség hiányzik. Nagyvárosban élek, zajhoz, nagy forgalomhoz, állandó rohanáshoz vagyok szokva. Ez a zöld környezet nagyon megnyugtató. Mivel az ittenieknek egészen más szokásaik vannak, kezdetben egy kicsit nehéz volt alkalmazkodni. Di questi giorni mi è piaciuto il fatto comunque di conoscere nuove persone di nazionalità diverse. Ezekben a napokban különösen azt tetszett, hogy más nemzetiségű és anyanyelvű embereket ismerhettem meg. Tetszett a tóparton a strandlöplabda, tetszettek a szeretet apró megnyilvánulásai, az, ahogy bekapcsolódtunk kisebb, egyszerű munkákba, mint a paradicsompalánták karózása, kötözése vagy a dohánytörés, amivel segíthettünk másoknak. Tetszett, hogy leküzdöttük a nyelvi akadályokat, és új ismerősökre tettünk szert. Che fino lì per lì non conoscevi. Beh, anche il fatto comunque di aiutare altre persone di altri paesi. Tetszett az, hogy a nyelvi akadályok ellenére egy számunkra idegen országban élő ismeretlen embereknek tudtunk segíteni. Hamar túlléptünk azon, hogy nehezen tudunk kommunikálni az itteniekkel. Amikor a tóparton voltunk, röplabdáztunk, ez már senkit se érdekelt. Sok pozitív tapasztalatot szereztünk. Nagyon szórakoztató volt a fagyizás és a tóparti program. Az, amit csináltunk, nagyon eredményes volt. Ha teljesen kifáradtunk is, akkor is folytattuk a munkát. Úgy gondolom, ez a legnagyobb eredményünk. De tudunk ennél többet is tenni. E questo penso sia il nostro piccolo contributo, ma si può fare anche di più. E le persone che erano familiari e l'ambiente comunque che era. Tetszettek a minket fogadó emberek és családtagjaik, a környezet. Barátságot kötöttem magyar fiúkkal és lányokkal, és nagyon jónak tartom, hogy más anyanyelvű emberekkel is kapcsolatba tudtunk lépni.
Mit gondolsz, mit tehetsz, mint fiatal felnőtt így a világegységéért, békéért? A legapróbb tettek is nagyon fontosak, például, hogy rámosolgok a mellettem lévőre, szépen szólok hozzá, akkor is, ha mondjuk rossz kedvem van, vagy hogyha fáradt vagyok, akkor is azt keresem, hogy tudnék segíteni a másikon, ilyesmik. Szerintem ahhoz, hogy a világ egységes legyen, ahhoz az kell, hogy az emberek egymással több időt töltsenek el, ismerjék meg, mit gondol a másik ember, és mindannyiunknak gyarapítania kell a műveltségét. A magunk részéről örömöt és vidámságot hoztunk az itteniaknek. Ez mindig segít. Tetszett, hogy új barátságok születtek. Az együtt töltött idő alatt megtanultuk, hogyan küzdjük le a nyelvi nehézségeket, és hogyan ismerjük meg egymást. Nem mindenki beszél angolul, de kézelekkel megértettük egymást. Ez a tapasztalat arra tanított minket, hogy az eltérő nyelv és kultúra nem akadálya annak, hogy az emberek összetartsanak, hiszen ezekben a napokban nagyon jól éreztük magunkat egymás társaságában, és ha kellett, még a játékszabályokat is el tudtuk egymásnak kézelekkel magyarázni. Tutto possibile per stare insieme. A közel 200 olasz, amerikai és magyar fiatal 9 magyarországi helyszínen töltötte a tábor első 3 napját. A 4. nap Budapesten találkoztak, onnan pedig Gödöllőre mentek, ahol a tábor záró napjáig, július 30-áig már közös programokon vettek részt.